macskának négy a lába, ötödik a farkincája. Tárára, 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 tárára. Ötödik a farkincája, abba megyünk Moldovába. Mindig Tamás vagyok, a Gyepők Népe Alapítvány elnöke és a Szélrózsa Néptánc Együttes vezetője. Mi fog ma itt történni a Jókai Mór Művelődési Házban? Hát egy nagyon szép esemény lesz, 15 éves az alapítványunk, és az együttesi tavaszi seregszemlével kötöttük össze ezt az eseményt, valamint a Kárpát-medencei népdalvetélkedővel, amit 11 éve szervezünk. Honnan érkeztetek? Budaörcs és Kamara erdő mellől. Testvérek vagytok? Ikertestvérek. Mit fogunk ma hallani tőletek? A tréfálkozót, a vendégvárút és a Naskalaton esik az esőt. Kitől tanultátok, amit most elő fogtok adni? Az Ildikó nénitől. Lehet-e tudni a felkészülésről valamit bővebben egy picit? Ők énektagozatos gyerekek, hozzáim járnak énektagozatra, elsősök, és külön órában még pluszban, heti egy órában csak népdalokkal foglalkozunk. Hányan vannak, mekkora az érdeklődés ma a népdal iránt? Szerencsére sokan szeretik, főleg az énektagozatosok nagyon-nagyon szeretik. Most így létszámot nem tudok pontosat mondani, de vannak sokan. Hogyan jutottak ide, hogyan jelentkeztek, hogyan lehetett itt a ma színpadra eljutni? Én a Tündik Tamást már régóta ismerem, és voltunk már néhány fellépésen. Illetve hát mi is az iskolánk is szervezett többször is ilyen népdalos találkozót, amin ők is megjelentek, és a gyereke is, úgyhogy innen. Mit lehet ma itt látni, hallani, aki eljön és részt vesz ezen a rendezvényen? Hát aki eljön, az 14 órától hallhatja a magyarországi és a Kárpát-medencei népdalénekeseket. Ezek a gyermekek alsó, fölsős és középiskolás korosztály jönnek Kárpátaljáról, Moldvából, Gyimesből, Felcsíkból, Vajdaságból és a kis Magyarország területéről. Itt fognak énekelni, és ők versenygyőztesek, itt-ott, amott, ahol versenyt rendeztek, onnan kerültek erre a vetélkedőre. Szép jó napot, egy bemutatkozást szeretnék először is kérni. Paládi Attila. Gyönyörű, szép népviseletben vagy, Attila. Honnan érkeztél? Kárpátaljáról. És mit fogunk ma tőled itt látni és hallani? Énekelni fogok. Kitől tanultad azt az éneket, amit ma hallhatunk tőled? Erzsikétől. Erzsike az kicsoda, családtag? Nem. Tanárnéni? Igen. Egyedül érkeztél, vagy többen jöttetek? Többen. Egyedül fogsz fellépni, vagy a többiekkel együtt? Egyedül. Mit lehet ma itt látni, hallani, aki eljön és részt vesz ezen a rendezvényen? Hát aki eljön, az 14 órától hallhatja a magyarországi és a Kárpát-medencei népdalénekeseket. Ezek a gyermekek alsó, fölsős és középiskolás korosztály
jönnek Kárpátaljáról, Moldvából, Gyimesből, Felcsikból, Vajdaságból és a kis Magyarország területéről. Itt fognak énekelni, és ők versenygyőztesek, itt ott, amott, ahol versenyt rendeztek, onnan kerültek erre a vetélkedőre. Ez a vetélkedő, ez 6-ig tart, 18 óráig. Utána a táncosoké a szerep, illetve a gála műsor, ahol az énekesek bekerülnek, a legjobb énekesek, 19 órától 21 óráig. Tánc és ének felváltva zajlik. Ez az alapítványi gála és a Szélrózsa Néptánc Együttes tavaszi sereg szemléje. 21 óra után pedig táncház éjfélig, közben pedig 14 órakor, 15 órakor egy büféasztalnál várunk minden kedves vendéget, akiket szeretnénk vendégül látni, és együtt mulatunk, ünnepeljük az alapítvány 15 éves fennállását. Alapítvány első programja a moldvai gyermekeknek a magyarországi nyaraltatása volt, ez 96-ban történt, és akkor derült ki, hogy ehhez egy alapítvány lenne szükséges, addig még iskolai keretekkel csináltuk, és akkor rájöttünk, hogy egy alapítvány ebben sokat tud segíteni, akkor létrehoztuk az alapítványt, Szervácius Tibor volt a keresztapa, és az ő fejéből pattant ki ez a név, hogy Gyepük népe. Csoma Gergely, szobrász, festőművész pedig az alapítónk, aki itt a Néldai Énekes Zsűri elnöke is. Mi mindennel foglalkoznak? Nem csak Kis Magyarország, hanem a Nagy Magyarország területén is jelen vannak, ha jól értettem. Mi minden fér bele egy évben a tevékenységükbe? Hát igen, mivel ez egy országos hatókörű alapítvány és határon túli kapcsolatokkal is rendelkezünk, ezért aztán a fő profilunk az a kulturális kapcsolatok kiépítése. Gyerekeket hozunk, viszünk, táboroztatunk itt és határon túl, próbáljuk őket minél több helyre elvinni, illetve az ottaniakit ide elhozni. Kulturális rendezvényeket szervezünk, mint az a népdalvetélkedő is például, ami nem egy verseny, hanem inkább találkozó jellegű esemény. Kurzusok, táncoktató kurzusok vannak még, táncházakat szervezünk, nagyon sok táncházat tartunk, éves szinten egy 40-50 táncházat. Ezen kívül itt Budaörsön is, és a környéken az óvodákat látogatjuk zenekarral, és ott is tartunk hagyományőrző műsorokat. Szervusz, egy gyönyörű szép népviseletben láthatunk téged. Honnan érkeztél? Budaörs Egyetem Általános Iskola. És ez a szép ruha, ez honnan van? Ikladi népviselet. Itt a Jókai Mór Művelődési Központban működik a Szélrózsa Néptánc Együttes, és szeptembertől mindig várunk jelentkezőket. 13 csoportunk van és 300 táncosunk. Ezekből 9 itt működik Budaörsön, és 4 itt a Jókai Mór Művelődési Központban. Felmenő rendszerben kisóvodástól a szenior csoportig vannak csoportjaink. Ide beiratkozhatnak, vagy pedig az alapítvány honlapján, vagy a Jókai Mór Művelődési Központ honlapján tájékozódhatnak a különböző eseményekről. Egy bemutatkozást szeretnék először is kérni. Én Ambarus Csángó Gyula vagyok, szerbekből jöttem, ez Kisfaló, Pusztina mellett, és Tündi Tamás meghívott mind zsűrizni a gyerekeket itt, mind zsűribe. Én még voltam Magyar faluba ott, mikor csináltak ott nálunk és Moldvába. Na, és nagyon szerették, hogy csináltam, hogy dolgoztam, és akkor meghittak itt, és szívűre jöttem én is. És ön is személyesen akkor énekel, táncol, őrzi a néphagyományokat? Énekes vagyok. Itt énekeltem a Tatros Együttesvel, a Marci Bányter Művelődési Házba, az Állami Népjegyüttesvel, a Jászberének, Jászságigval jártam, a Vőfény voltam az együttes végben. Úgyhogy tudok egy ilyen, még Sebesti Mártával itt énekeltünk együtt, ilyen, sok ilyen felvétel. Máma Magvirág,
a Kormoránval felléptem kétszer, mert van nekem CD-n velük. Mit lehet tudni erről a gyönyörű szép öltözetről? Ez az öltözet nem az én falomból, feleségemtől a feleségem falujából van, Nagypatoki, Forró fal, ez a Bogdán fal, Klézse, az mi jönnek az faluk, honnét van a viselet. Nálunk egy kicsit más viselet van, de ez jobban tetszett nekem, és akkor a fiaimval is kaptam nekik is ilyen kis ingeket, mint nekik valós, akkor ne legyünk egy forma mindenki. A fiaim is énekelnek, van egy 24 éves fiam, és egy ilyen 19 éves fiam. És ők is szívesen csatlakoztak itt az énekléshez? Igen, olyan kicsikik voltak, hogy mikor felléptek, csak egy kicsit, ha nem haragszik, megmutatom. Milyen kis volt a várba, kicsike, mikor énekel, tessék. És itt vagyunk mind a hármon, Jászberénben, a Csángó Fesztiválon. Mennyire van igény a fiatalok részéről a néphagyományokra, zenére? Mondjuk én is Szentgyörgyön lakok, de én, nekem van egy szép múzeumot Moldovában. Én már 18 éve gyűjtem a dolgot, most is kiállítást csináltam itt is. És kihoztam, most viszem vissza valami szép, ilyen gyönyörű dolgot, melyik nem lehet eladni. És a fiatalok is nálunk, az apa, az anyja, ők kellene jobban foglalkozni, és a tanárok. Mondjuk Tündi Tamás egy nagyon jó ember, táncos, hogy ott is egész Moldovában a csámok nagyon szeretik, és nem csak a fiatalokkal foglalkozik, a közös emberekvel, és az öreg emberekvel, és lányokkal, és minden. Hogy úgy ott is szeretik, és itt is szeretik, olyan nagyon, ezt szereti, hogy szűbű csinálni is. Gyerekek is szűbű jönnek ide. Bukovinai székely származású zsűri tagjaink vannak Moldovából, Gyimesből, ottani népdalénekesek, ott született népdalénekesek vannak a zsűriben, valamint a találkozónknak a neve az a Virágok Vetélkedése Kárpát-medencei népdal találkozó Domokos Pál Péter emlékére. Az ő lánya, Domokos Mária, a zsűri egyik elnöke, ő a Zenetudományi Intézetben dolgozik, és 8 éve folyamatosan jön és zsűriz rendezvényt.